Sziasztok papagájok! Hatalmas szeretettel üdvözöllek titeket itt ismételten egy túlélő részben, immáron ez a 28. epizód. A legutóbbi projektünk bizony ez a saját tervezésű kis End City volt. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy a kommentek alapján ennyire tetszett nektek. Valamint köszönöm szépen, hogy az előző rész alatt olyan sokan válaszoltatok a résznek a kérdésére. Most is érkeztem egy kérdéssel, és igen, ez is ehhez az epizódhoz fog majd kapcsolódni. És így szól. Melyik a kedvenc falusi fajtátok? Mert bizony sok falusi fajta van, ugye van a farmer, van a könyvtáros, akkor ki van még? Nagyon-nagyon sok, ugye van a hentes, kiket tudnék még felsorolni, a pap, stb. Szerintem tudjátok, hogy milyen sok van a Minecraftban, szóval igen, írjátok le a kedvenceteket. Viszont srácok, még mielőtt folytatnám, szeretném nektek elmondani, hogy igen, megjelent a merch-öm, megjelentek a termékek, az első pörkiperotos termékek, szóval hogyha érdekel titeket, akkor csekkoljátok a videót, valamint a weboldalt a leírásban. Akkor is, hogyha esetleg nem szeretnétek terméket, higgyétek el, nagyon-nagyon jó lesne nekem, hogyha meglesnétek, meghallgatnátok, hogy mennyire élveztem ezt a projektet, valamint a procedúrát is megismernétek, stb. Úgyhogy lessétek meg a videót, valamint a weboldalt is, hogyha szeretnétek saját pólókat, tornaságokat, stb. Viszont nem akarom tovább húzni az időt, ugorjunk át Twitch streamre, és kezdjük el kiszépíteni ezt a helyet, ugyanis hát mit is mondjak, igazán ráfér. Szépítés alatt ezúttal a fákat értem. Igen, én egy olyan ember vagyok, aki azt vallja, hogy a fák azok bizony nagyon is hozzáadnak egy-egy építménynek az esztétikájához. Nagyon-nagyon szeretem őket, imádom őket kreatívban, valamint túlélőben is építeni. Nagyon-nagyon hálás vagyok a Twitch közösségemnek, akik velem együtt építették meg ezt a fát nagyjából 2,5 óra alatt. Bizony, ez 2,5 óra volt, és lehet, hogy nem tűnik annyinak, pedig valóban. És hát az a helyzet, hogy itt már egyből tudtam azt is, hogy nem fogok a jövőben ilyen nagy fákat építeni e köré, a ház köré. Kicsikét túlszámoltam magam ugye a nagysággal, de semmi probléma, ezek után majd kisebbeket húzunk fel, ugye látjátok, hogy a lombokkal is nagyon-nagyon sokat szórakozok, megpróbálok minél több levegőt belevinni, szóval, hogy nehogy véletlenül egy ilyen nagy zöld kocka legyen az egész, igyekszem, és itt látjátok már azért eléggé alakul, az utolsó ágakhoz közeledünk, és végül így néz ki a fánk. Erre nagyon büszke voltam, és egy egész stream elment rá, szóval hát eléggé nagy projekt volt. Mint mondtam, kisebb fák következnek. Ennek már látjátok, hogy a törzse is jelentősen kisebb méretű, szóval itt próbáltam az ágakat is rövidre csinálni, és tudtam előre, hogy 3-at szeretnék ebből, szóval felhúztam egyet ide, egyet mögé, valamint egyet oda közvetlenül a raktár elé, hogy onnan is lássuk ezt a szép nagy lombot, amikor kilépünk a házból vagy a raktárból. És akkor itt már nem történik semmi extra, mint mondtam, lombok, úgyhogy igen, látom már most, hogy egyébként nagyon-nagyon sokat dobott rajta, úgyhogy menjünk és ezt lessük is meg. Hát igen, mint ahogy mondtam, ez bizony teljesen más érzés. Valahogyan ad egy ilyen természetességet ennek az építménynek. Tehát nem az van, hogy a semmi közepén áll a mi kis házunk, hanem most már egy eléggé lassan, de azért alakuló erdő veszi körbe. Na te, Eliza, mit gondolsz, hogy tetszenek a fák? Ugye látjátok, itt is van egy, szóval nem csak közvetlenül a ház elé tervezek, de egyelőre most úgy gondoltam, hogy első körben ennyi bőven elég. A későbbiekben a tó köré szeretnék majd még mindenképpen, valamint azt ki szeretném kicsikét pofozni, meg persze az itt lévő sziklákat is meg fogjuk úgy csinálni, mint a régi bázisunknál. Na de hát, hát lenne itt nekünk egy projektünk, amire a kedves papagájunk egyáltalán nem készült fel. Éppen ezért gondoltam egy nagyot. Pár napja kiraktam Instagramra egy képet egy építményről, amiben az 1.17-es blokkokat használva készítettem valamit, ami így elsőre eszembe jutott. És valami hasonlót szeretnék megépíteni, esetleg mondjuk Instagramon bekövethettek, hogyha szeretnétek, link a leírásban, hogy lássátok a projektjeimet így előre. Na hát, igen, ez is a kereskedelemhez fog tartozni, ugyanis a régi bázisunkon, akik régóta nézik a sorozatot, azok tudják, hogy van egy régi bázis, építettünk már egy kereskedő központot,
kocsit, ami tele van falusiakkal. Viszont hát ide is kellene, hogy ne kelljen mindig visszajárni a régi bázisra, hogy teljesen el tudjuk úgymond engedni, és teljesen át tudjuk magunkat adni ennek az új bázisnak. És hát ide gondoltam felhúzni egyet. Itt szépen hosszába, valami szépet, úgyis kirakom a képernyőre, hogy mire gondolok. Na tehát, a helyzet az, hogy vannak nekem blokkjaim, viszont annyira nem készültem össze, látjátok, össze-vissza van minden. Szóval először megpróbálom megtervezni a formát, és akkor utána, amint megnéztem, hogy körülbelül milyen alapokra rakom az egészet, akkor utána találkozunk és beszélgetünk arról, hogy akkor mégis hogyan lesz innentől a dolog. Tudjátok, eddig ebben a világban mindig az aszimmetriára mentünk rá, mindig is arra fókuszáltunk, azt próbáltuk meg elérni, hogy egy-egy építményünk a legkevésbé legyen csak szimmetrikus. Nos, hát ezt ezúttal máshogyan fogom csinálni. Nem lesz teljesen szimmetrikus az egész, viszont az alapjai azok nagyjából azok lesznek. Ne aggódjatok, egyébként nem netherrackból fog épülni ez az egész, mindenképpen másik fajta blokkokat fogok használni. Amúgy valószínűleg ezeket a fehéreket, mint ahogyan azt az Instagram posztomban is láthattátok már. Ez a kereskedelmi útvonal egy nagyszerű lehetőség lesz majd arra, hogy különböző féle blokkokkal dolgozzunk, és ne csak a fehérekkel, amikkel ugye eddig. És hát nagyon-nagyon várom már, fogok szerintem majd szalma blokkot is, meg hasonlókat használni, ugye végig az út mentén majd lesz egy-két épület így elszórva. Most viszont gyorsan beugrok aludni. Így né, és ezek csak az alapok. Na majd most itt kell megtervezni ugye az egészet, nagy szerencsém van, ugye még egyszer, hogy azért van egy alap ötletem, amit az 1.17-es kis építményemre építek föl, húzok föl, szóval igen, most mindjárt hozok egy kis andezitet, eredetileg ezt az útvonalra gyűjtöttem, de nem baj, hogyha itt használunk belőle, én úgy gondolom, hogy az andezitet nagyon könnyű megszerezni, szóval nem kell aggódnunk azon, hogy mégis miből lesz andezitünk legközelebb. Na hát, ameddig ezt megcsinálom, addig szeretném elkezdeni felolvasni a résznek a kommentjeit, ugyanis most is rengeteg nagyon-nagyon jófej támogató kommentet kaptam. És sajnálom, hogy nem tudom mindegyiket beolvasni, de igyekszem kiválogatni a kedvenceimet ilyenkor. Szóval igen, az első komment az Nóra N-től érkezett, aki azt írja, hogy szia Pörki, én lettem nyűgözve, a rajztanárom beküldte a videódat, hogy nézzük meg, és én ennek nagyon örültem, hogy rád talált. Na hát ennek pedig én örülök. Innen is üdvözlöm a kedves rajztanáradat. Nekem volt egy irodalom tanárom, aki azt mondta, hogy az élményközpontú tanítás a legeslegfontosabb. És valóban igaza van, és ez az élményközpontú tanítás, amit ő annyira szeretett, hogy pozitív élményekre építjük, ugye magát, az oktatást. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy megosztotta veletek a csatornámat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm neki. Még egyszer üdvözlöm innen a videóból. A következő hozzászólás Bobek Official-től érkezett, aki azt mondta, hogy nagyon tetszett ez a rész, remekül építesz, és rendkívül tetszik, hogy ilyen kietlen helyeken is bármit el tudsz képzelni, és megépíteni csak így tovább. Na hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, ugye itt gondolom, hogy az előző részben az NCT-re gondoltál. Igazság szerint itt azért volt ugye inspiráció magával az eredeti NCT-vel, szóval ez nem annyira a saját elképzelésem volt, hát nyilvánvalóan ugye az új design az a saját elképzelés volt, de hát ott volt már az az NCT, aminek úgymond a színeire építhettem, viszont ettől függetlenül nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, nagyon-nagyon jó fej vagy. Ó, hát közben rájöttem arra, hogy itt egy kicsikét kell majd terraformálni, ugyanis ez nem lesz szép, hogyha ezt itt teljesen lehozom, úgyhogy ezt most gyorsan megcsinálom. Viszont rájöttem, hogy így legalább lesz időm beolvasni a harmadik kommentet, ami eléggé hosszú és így szól. Szia, körülbelül 3 hónapja játszok, csak a kisfiam fanatikus, így 3-an szoktunk játszani az apukájával egy belső szerveren, azt hiszem, megosztja a világot. Én a saját világomban csak építkezek vagy bányászok, sose harcolok, mert béna vagyok és félek. Ez az első játék, amivel játszok, így félek. Könnyű módban megyeget, de még a gombokkal is gondom van, sokszor így a sárkány még várat magára. Nos hát, Ceglédi Brigitta, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a kommentedet. Őszintén igazán örülök annak, hogy a gyereketekkel együtt játszotok. Nagyon-nagyon szimpatikus nekem az, amikor a szülők veszik úgymond az időt és a fáradtságot, hogy a porontyokkal együtt játszanak. Ugye ezt kifejeztem, ezt az úgymond tetszésemet az előző részben is. Szóval respekt nektek, nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a játékot választottátok, hiszen mégiscsak, ugye számomra a Minecraft az egy eléggé fontos játék, szóval hát
igen, és sok sikert nektek, egészen biztos vagyok benne, hogy te is bele fogsz jönni, valamint menni fog a sárkánynak a legyőzése is. Szóval köszi, hogy ezt az én csatornámon osztottad meg, tényleg nagyon-nagyon jól esik, hogy úgymond valamilyen szinten része lehetek ennek. És ez volt az a három darab komment, ami belefért ebbe a részbe. Srácok, ne felejtsétek el, hogy ha szeretnétek bekerülni a következő epizódba, akkor nincs más dolgotok, csak kommentelni valamit, valami kedveset, valami jó fejet, esetleg egy történetet a résszel kapcsolatban, hogyha mondjuk veletek is történt már valami hasonló, vagy nem tudom, ilyesmiket. Hát igen, érzékelek egy kis problémát az erőben, az FPS-emet illetően. Na hát erről is akartam veletek srácok beszélni. Megérkezett a vadonatúj gépem, itt van mellettem, viszont amikor elkezdtem ezt a részt felvenni, akkor még nem azt a gépet használtam, még a monitorokat várom, szóval hivatalos, ez az utolsó let's play, amiben a gamer laptopomat használom. Innentől fogva a PC-met fogom, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok már a teljesítményére. Nyilvánvalóan, hogyha érdekel titeket, hogy mégis mi van ebben a PC-ben, akkor majd a következő videónak a leírását lessétek meg. Hogyha az eredeti terveket nézem ugye Instagramon, akkor látom, hogy itt amúgy száraz korallt, elhalt korallt használtam, viszont hát az most sajnos nincsen kéznél, és nem szeretnék egészen a korallzátonyig menni. Plusz hát, hogyha nem is törekszem annyira most a túlrészletezésre, akkor nem szükséges az extra textúra. Várom már, hogy elkészüljünk, és behozhassam ide a falusiakat abból a faluból, ami abba az irányba található. Hogy miért? Hát a helyzet az, hogy már epizódok óta mondogatjátok nekem az aranyrépát, hogy az a legjobb, azt fogyasszam, és amúgy valóban igazatok van, viszont még sajnos nem volt lehetőségem egy olyan farmerhez, aki esetleg árult volna ilyet, szóval nagyon-nagyon remélem, hogy ez most majd így lesz. Az epizódnak a végén úgy is kiderül, mert akkor ide hozzuk majd a falusiakat. Itt azért eredetileg félig meddig szándékosan nem akartam fűvel kitölteni, ugyanis itt végig egy andezit út fog majd átvezetni. Arra is gondoltam, hogy elhozzuk majd ide a kereskedelmi útvonalunkat, és akkor nem erre felé megy el, hanem majd így erre. Egyébként erre a trükkre mindig és mindig újra rá kell jönnöm. Túlélőben is működik, hogyha van nálatok egy bizonyos anyag, és a görgővel rákattintotok erre, akkor ideugrik a kezetekbe. Ezt mindig elfelejtem, és a legutóbbi rész alatt valaki emlékeztetett rá, úgyhogy azt hiszem, hogy köszönöm szépen. Most egyébként meglepő módon, számomra is meglepő, hogy ennyire gyorsan haladunk. Ez egészen biztosan nem lesz így, amikor elérek arra a részre, ahol mondjuk simított kvarcra van szükségem, meg annak a lépcsős változatára. Hogyha nem haragszotok, akkor most a kvarcszedést kivágnám, szóval nem hiszem, hogy azt benne szeretném hagyni. Ezerszer csináltuk már ezen a csatornán, ebben a Let's Play-ben, szóval szerintem azt most kihagynám. Hogyha egyáltalán szükség lesz rá, ugye rengeteget elhasználtunk az előző részben az NCT építésénél, úgyhogy nem hiszem, hogy lesz most elég. Itt közben épülgetnek a dolgok, szépen most berakom az első kontrasztot, és már most látom, hogy anyaghiányban vagyunk, úgyhogy jajaj, hát igen. Haj, nagyot sóhajt a papagáj. Még csak a talapzat van meg, de már most látom, hogy nagyon-nagyon jól fog kinézni az, amikor innen kijövünk és megindulunk arrafelé. Így a gyönyörű szép fáknak a nagy-nagy ágai behajlanak majd az út fölé, ami egészen elvezet a kereskedő központunkig. Egyébként mindig is úgy gondoltam, hogy a régi kereskedő központ az nem volt éppen a legmegfelelőbb dizájnú. Akkor még nagyon-nagyon-nagyon új voltam a túlélős építéshez, tehát előtte nagyon-nagyon keveset építettem itt túlélőben, szóval nem volt túlságosan nagy gyakorlatom, így féltem, hogy igazán megtervezni előre a dolgokat, egy kicsikét aggódtam amiatt, de hát egyáltalán nem kellett volna, ugyanis hogyha az ember előre mindent megtervez, akkor szerintem nagyszerűen ki lehet hozni ugyanolyan jó dolgokat, mint hogyha mondjuk kreatívban építkeznénk.
Miközben mondjuk sokkal-sokkal szabadabbnak tartom magamat, amikor kreatívban építkezek, a közben ott van az is, hogy szeretem a túlélőnek a kihívását, azt, hogy az embernek össze kell gyűjteni az anyagot, és azt, hogy úgymond nem tud elrepülni, hogyha nincsen elitrája, nincs meg az a külső szemszög, amivel úgymond egyszerűbb lenne a dolga, szóval abszolút ez egy nagyon-nagyon új élmény nekem, de úgy érzem, hogy megérte elindítanom ezt a sorozatot. Ti hogy gondoljátok? Egyébként egy picit ironikusnak tartom azt, hogy az előző részben pont arról beszéltem, hogy mindig készítsetek be magatoknak minden anyagot, amire szükségetek van az építés során, és hát pont én vagyok az, aki most ezt nem tette meg. Viszont hát erre van egy magyarázatom. A helyzet az, hogy egész héten, ugye múlt héten, valamint egész hétvégén azon dolgoztam, hogy meglegyen az új gép, és ne kelljen már ezzel a régi laptoppal szenvednem. A helyzet az, hogy egy nagyon nehéz helyzetből jövök ki, ugyanis sehol nem kaptam RTX-es videókártyát végül, ugye kaptam egy 2070-es modellt, ami a tavalyi modell, de ezzel nincsen szerintem semmi probléma, viszont sajnos a 3000-es álmaimról le kellett mondanom, de... Egyáltalán nem bánom, sőt, nagyon-nagyon hálás vagyok, ugyanis, mint ezt már elmondtam nektek sokszor, ez mind-mind abból a pénzből jöhetett létre, amit a videózásból kerestem eddig, szóval ennek rettenetesen örülök, és tényleg rettenetesen hálás vagyok nektek mindenkinek, aki Twitch-en bitelt, aki esetleg így szupercsetelt, vagy csak megnézte a videókat. Tehát, hogyha már csak a reklámokat nézzük, azzal is nagyon-nagyon sokat segítetek egy-egy videósnak. Valamint igazából a kommentekkel és a megtekintésekkel is, hiszen azzal generáltok az embernek még nézettséget, interakciót, stb. És ezzel ilyen fantasztikus célokat lehet elérni. És így van, ezzel nem is igazából, hogy is mondjam, én járok jól, hanem a csatorna, ugyanis innentől másfajta videókat tudok készíteni, jobb minőségű videókat, gyorsabban tudom őket elkészíteni, gyorsabban tudom őket lerenderelni, stb. Szóval nagyon sok pozitivitás fog még ebből származni a csatornával kapcsolatban is. Ugyanis eddig például úgy volt, hogyha streameltem, akkor előtte nem videóztam, hogy ne legyen probléma, ne melegedjen túl a gép, stb. És na, ez az új gép, ez nem fog túl melegedni, abban biztos vagyok benne, ugyanis 12 darab ventilátor hűti majd az egészet. Még egyszer mondom, hogy ha szeretnétek tudni, hogy mi van benne, akkor mindenképpen lessétek meg azt a videót, amit ugye említettem nektek ennek a résznek az elején, ugyanis abba is leírom már, hogy mégis ugye milyen cuccok vannak benne, valamint innentől minden videó alatt ott lesz. Bocsánat, hogy nem elsősorban most a részről volt szó az előbb, hanem egy kicsikét magánéleti, vagy hát inkább ilyen technikai, a csatornával kapcsolatos technikai dolgokról volt szó. Hát a helyzet az, hogy én úgy gondolom, hogy a videósnak és a nézőknek valamilyen szinten ugye kommunikálniuk kell egymással, és szerintem egy-egy ilyen lazább építős rész erre teljesen tökéletes, amikor ugye nem akar az ember csak azért beszélni, hogy beszéljen, hanem legyen vár valami téma, és most azért ez egy eléggé nagy előrelépés szerintem, mind az én életemben, mind pedig a csatornának az életében. Na de vissza az építményhez. Annyira, de annyira régen kellett már fehér betonport kraftolnom, hogy körülbelül nem is nagyon emlékszem rá, hogy hogyan kell. Hát ezt majd mindenképpen meg kell néznem, sóder kell hozzá, valamint fehér festék, meg azt hiszem, hogy homok. Amikor legelőször csináltam ugye a házhoz, akkor olyan sokat kraftoltam, hogy azóta sem volt szükségem rá, pedig aztán pár építménynél ugye még használtuk ezt, de hát nem baj, utána nézzünk, hogyha esetleg mégse jó az, amit mondtam. Hát, hogy kelleni fog-e, ez egy jó kérdés, az mondjuk eléggé magas lett, nem tudom, hogy az egy megfelelő magasság-e, akár még lehet ez magasabb is, vagy kevésbé magas, nem tudom, majd kicsikét még igazgatjuk. Oké, hogyha jól látom, akkor ezek most így eléggé szimmetrikusak, ugye mondtam, csak az alapja lesz az, tehát a részletek például nem, valamint a kiugró részek a tetőkön nem, talán még rakok rá egy-két tornyot is, attól függ. Igazából nem tudom, hogy mennyire akarok elrugaszkodni az eredeti terveimtől, de majd meglátjuk. Na hát itt majd mindenképpen lesz még egy kis útbővítés, meg is nézem, hogy van-e nálam andezit, és hogyha van, akkor azt gyorsan kézbe veszem.
Na jó, oké, kívülről is haladunk már azért, de szeretném belülről is nagyjából úgy berendezgetni a dolgokat, tehát szeretném látni, hogy hogyan alakul majd a belseje. Egészen biztos, hogy egy dolgot meg kell tennem, és ez nem más, mint az, hogy ezeket a falakat, ahol az ablakok vannak, hát ezeket sajnos beljebb kell hoznom. Ugye ez nyilvánvalóan azért van, mert ez szükséges. Szükséges az üveget így nem egy vonalba rakni a falal, ugye a csapóajtók miatt. Na most hát ezt fogom használni, mert nem hoztam magam a scaffoldingot, de lényeg az, hogy nagyjából így fog majd kinézni, ugye ezen a két oldalon lesznek csak valószínűleg ablakok. És most, hogy már meg van csinálva a belseje, pontosabban elő van készítve a tér, hogy kidíszítsük a belsejét és beköltöztessük a falusiakat, így már neki lehet állni szépen a tetőnek. Így van, ez egy ilyen eléggé érdekes tető lesz, majd meglátjátok a végén, hogy hogyan fog kinézni, igazából nagyon egyszerű az egész. Érdekesnek talán azért érdekes, mert én személy szerint a viktoriánus stílusnál szoktam ezt leginkább alkalmazni, úgyhogy igen. Ugye mivel mondtam, hogy az egésznek a szimmetria az alapja, ezért egyértelműen ez a rész, ami itt van, ez átkerül majd oda. De előtte szeretném megcsinálni ezt a, hát nem is tudom, ezt a tornácot, ezt a folyosót, ezt a nyitott folyosót, ami majd összeköti a két részünket. Ugye, hogy hogyan lehet ide feljutni? Hát először ide be kell jönni, aztán majd utána valószínűleg itt két oldalon ki lehet majd menni. Úgyhogy ezt így gyorsan megcsinálom. Oké, tehát természetesen ahhoz, hogy ezt elkezdhessük, muszáj volt egy szegélyt ide raknom. Mégpedig azért, mert az oszlopokat szeretném egyel kijebb hozni. Ugye ennek mind az az oka, hogy ezek az ajtók így belelógnának az oszlopokba, hogyha így ide raknám őket. És ez azért annyira nem esztétikus, hát meg nem is annyira praktikus, úgyhogy igen, úgy gondoltam, hogy akkor végül így lesz. És akkor ezt kettesével kell rakni, ugye itt kettőt kihagyunk mindig, és akkor így puty. A másik oldalon is ugyanezt meg kell tennem, erről nem szabad megfeledkezni, különben csak az egyik fele készül el. Hogyha valami igazán sötétet szeretnénk, akkor inkább dark oakot használjunk. Én úgy gondolom, hogy ehhez a nagyon fehér kastélyhoz, hát szükség lesz még egy kis dark oakra, ugyanis kell a kontraszt. Én szeretek úgy építeni, hogy van egy palettám, ugye ami az alap, plusz van egy kontraszt paletta, ami kb. Annak a palettának az ellentétje. Ezekben az építményekben ugye ilyen a fekete és a fehérnek a teljes kontrasztja. Most ahogyan elnézem, hát talán egy kicsikét túlságosan közel van itt ez a beacon, úgyhogy lehetséges, hogy ezt majd átrakom oda a másik oldalra. Most, hogy így elkészült a teraszunknak a teteje, ugye ennek a folyosónak a teteje, így azon gondolkodtam, hogy valami extra szegélyt ide rakhatnánk, de aztán végül rájöttem, hogy az már túlzás lenne. Na most a következő lépésben szeretnék ilyen, hát ilyen kiugró részeket, amiket mindig... Hoppá! Tehát amiket mindig a tetőkre szoktam rakni, hogyha az egy icike-picikét üres. Szóval úgy gondolom, hogy hát talán ide megpróbálhatjuk így hármasával. És mondjuk így legyen ilyen magas szépen, így, és akkor ide ezt, valamint ide ezt, és akkor puty, 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 valamint puty, puty, puty. És akkor úgy gondolom, hogy itt a tető részt azt mondjuk megcsinálhatjuk így, és akkor majd szépen, amikor ugye ide tükrözzük, akkor az egész össze fog majd érni ezzel az oldallal. Szuper, már is nem annyira üres az a tető ott. Viszont srácok, itt az ideje annak, hogy átmenjünk timelapse módba, és tükrözzük az egész bal oldalt a jobb oldalra. Let's go!
Nos, egy kis pihenés után tudom, hogy még mindig nem készültem el. Rengeteg mindent megváltoztattam egyébként a kastélyon, amióta utoljára láttátok. Hát ugye ezek az extra részek azok, amik nagyon-nagyon megváltoztak. A helyzet az, hogy ahogyan a legutolsó felvételen láttátok, úgy nem igazán volt valami stabil az egésznek a kinézete. Ide erre az üres falra még nem igazán döntöttem el, hogy mit szeretnék csinálni. Nem szeretnék semmiképpen sem ablakokat, mert akkor már túlságosan sok lesz belőle. Úgy gondoltam, hogy ide majd építünk egy nagy fát, és így befuttatjuk különböző növényekkel. Esetleg picike ablakokat, vagy nyílásokat oda, vagy esetleg egy teraszt, vagy valami hasonlót. Ugye most azon gondolkodom, hogy hogyan tudnám még megtörni a szimmetriát. Az eredeti építményen, ugye amit Instagramon láthattok, ami ugye 1.17-ben épült, ott volt itt egy ilyen kis terasz rész, szóval lehet, hogy azt még ide felhúzom, de ahhoz először el kell innen költöztetnem a beacont. Viszont nagyon király lenne, hogyha most meg tudnánk előtte csinálni a belsejét, legalábbis nagyjából. A lényeg az, hogy hát 3 darab villagert fogok tudni berakni így egy helyre, ami szerintem így épp elég. Egyetlen egy problémám van ezzel, hogy ha én ezt ide most felhúzom, akkor el fogom takarni az ablakot. Szóval igyekszem eléggé kis helyeken tartani ezeket a villageröket. Hát nem lesz éppen a legcsodálatosabb módszer ugye az ő tartásukra, de hát most mit tud tenni az ember, sajnos ezzel kell megbarátkozni, mert nincsen elég helyünk. Na jó, hát őszintén nézzen akármilyen furán is ki kívülről, én szerintem ezt megtartom, ezt a kis dizájnt. Tök jó, hogy egy ilyen picike kis szobába ilyen sok villager elfér majd, ez 6 darab. Tehát mindegyik villager egy-egy ilyen kicsike részre megy majd be, kivéve itt. Ugyanis aki ide jön majd, az egy eléggé nagy helyet kap, szóval valószínűleg ide fogom majd hozni a mendinges villagerünket, valamint az Unbreaking 3-asat. És akkor ide rakok majd eléjük valószínűleg, hát lehet, hogy egy valamilyen kis asztalt, és akkor mellé ugye a workbenchet, mellé a munkaállomást, amiről majd dolgoznak. Úgyhogy ez király. És akkor ugyanezt a másik oldalon is meg kellene csinálni. Tök jó kis meló lesz ezt is ide tükrözni. Igazából ma nem csináltam mást, csak ezt. Tükrözgettem mindent, amit egyszer már megépítettem erre az oldalra, úgyhogy... Az érdekes az, hogy közben podcastet hallgatok, és tök relaxáló, szóval egyáltalán nem bánom, hogy ezt kell csinálnom. És meg is vagyunk. Na, most már elvileg teljesen szimmetrikus. Még egy valamit észrevettem. Az pedig az, hogy ezeket a részeket itt ki akarom cserélni ilyenre. Nincs más dolgunk, mint az elkészült építménybe elhozni a falusiakat a közeli faluból. Fogjunk magunkhoz gyorsan pár csónakot, és akkor induljunk. Itt is vagyunk. Ez egy eléggé nagy falu egyébként, viszont nincsen benne olyan sok falusi, mint ahogyan az ember gondolná. Tényleg nagyon-nagyon közel vagyunk, szinte éppen hogy látszik a házunk. Azt hiszem, hogy az az Iron Golem eléggé magányosott, vagy hát valamilyen letargiája van, mert eléggé elvonult innen. Viszont nem ezért jöttünk, hanem értük. Így, egy elég, hogyha beleszáll, köszönöm szépen. Oké, az egyik megvan, most jöhetne a másik, remélhetőleg beleszáll. Nem, jó, akkor mindjárt segítek. Ne, kettő! Nem akartam kettőt. Na várjátok. Iha. Azt hiszem, hogy kapok az Iron Golemtől. Csak egy valakire van szükségem, ez az. Oké, megvan, szuper. És most akkor jöhet a harmadik kis pajtásunk is, ki egyből beleszállt. Nagyon jó, nagyon jó. Ezt már szeretem, amikor ennyire engedelmesek vagytok. Szerintem a közeljövőben, hamarosan fogok csinálni egy automata szaporító farmot. A helyzet az, hogy nem nagyon szeretem folyton kézzel dobálni nekik a magokat, stb. Sokkal kényelmesebb és jobb lenne, hogyha maguktól szaporodnának. Viszont ahogyan elhallgattam, hát igen, itt bezártam még egyet, úgyhogy lehetséges, hogy neki gyorsan kraftolok egy csónakot, és akkor elvisszük őt is magunkkal. Ó, valamint vannak még itt ketten. Te jó ég, hát akkor őket inkább itt hagyom. Hát, ha még kelleni fognak.
Egyébként azon gondolkodtam, hogy egy nether portálon keresztül viszem majd haza őket, viszont aztán rájöttem, hogy annyira közel van a két úti cél egymáshoz, hogy nem igazán érdemes megnyitni egyet, szóval így fogom őket hazavinni. Nagyjából egy fél órával később vagyunk, és végre mind a négyet sikerült idehozni. Na hát az a helyzet, hogy ketten nem adták le a munkájukat, ahogyan eltávolodtunk a falutól. Hát ezt lehet, hogy meg tudom majd oldani azzal, hogy kiengedem őket a csónakból. Viszont ugye akkor félő, hogy ezeket a korlátokat fogják majd úgymond munkaállomásként felvenni. Reméljük, hogy ez nem így fog megtörténni, hogyha mégis, akkor kicserélem addig őket, és akkor majd utána meglátjuk, hogy mi lesz, viszont most ideje bevinni őket oda szépen. És akkor most valahogyan el kellene érnünk, hogy az egyikük kiszálljon a csónakból, ameddig a többi benn marad, szóval valószínűleg azt fogom itt csinálni, hogy szépen elzárom a kiutat, tehát például mondjuk így, és akkor az egyiküket behozom ide, mondjuk őt megfogom, és hey, így, akkor így szépen, király, és akkor így elfedjük, hogy ne tudjon kijönni, és akkor itt szépen kiütjük ezt, és akkor most felengedjük. Gyere kis pajtás, tudom, hogy akarod, gyere szépen, úgy, gyere. Menj be az egyikbe, válassz egyet. Az tökéletes, jó lesz, nem, mégse? Úgy, na, nem, szépen, ajj, te, ostoba. Oké, akkor ezt most így lefedem. Ó, szuper, yes, na, így van, azt tetszik, remek, akkor ezt megtarthatod. Na, most téged egyelőre oda elrejtünk, és akkor hozzuk is a következőt. És puty! Te is fölmész szépen, úgy. Na, melyikkel? Válassz egyet. Oda nem mehetsz ki, Valamelyiket ki kell választanod, barátom. Nos, egy hosszú munkanap után végül el is készültünk. Hát, hogyha meg szeretnétek tőlem kérdezni, hogy ő hogyan jutott fel oda, hát akkor nehezen tudnék válaszolni, ugyanis nem láttam. A helyzet az, hogy a létrán valószínűleg, és amikor észrevettem, hogy ő ott fönt van, akkor gyorsan ide dobtam egy földblokkot, úgyhogy igen. Na, hát most már mind a négyen végül ugye munkanélküliek, ami azt jelenti, hogy olyan munkát adunk nekik, amilyet csak szeretnének. Végül nem vették fel ugye ezeket a korlátokat sem, szóval nem az a munkájuk, azt adunk nekik, amit csak szeretnénk. Hát itt valószínűleg lesz egyébként farmer, kovács, könyvtáros, meg talán egy pap, még nem tudom, ugye Ender Pearl-ből nagyon sok van, azt hiszem, hogy el lehet cserélni Emeraldra, de talán pont fordítva van, hogy az Emeraldot Ender Pearl-re. Mindegy, igazából majd kísérletezek velük egy kicsikét. Na, és hát kívülről így néz ki az egész. Ugye persze itt még egy kicsikét kizöldítettem, egy-két ilyen virágos kertet ide raktam. Hát azon gondolkodtam, hogy még oda csinálok egy tornyot, de az most elmaradt, és jelenleg nem is akarom nagyon túlzásba vinni. Szerintem eléggé sok kiugró rész van, nincsen szükség még egyre. Na hát, srácok, igazság szerint az a helyzet, hogy én azt hiszem, hogy el is készültem már, szóval, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, hamarosan újra találkozunk. Hello, sziasztok, pápá!